látjátok a vízisípályát, és előtte lesz a bója. Dániel Gábor versenyigazgató éppen eligazítást tart a kapitányok számára a rajt előtt másfél órával. Már itt tudta mindenki, nem lesz egyszerű futam, hiszen a szinte teljes szélcsend közepette csupán némi déli széláramban reménykedhettek a résztvevők. Közd el a hajót a Mikároly! Délelőtt 10 óra után elkezdtek a rajthoz készülődni az indulók. A média nagy díj inkább az amatőrök versenye. Ezen a futamon nagyobb jelentősége van annak, hogy a barátaival töltsön egy napot a vízen az ember, mondja a főszervező. Kifejezetten azok jönnek, akiknek nem a nagy tét, vagy nem a nagyon komoly sportérték a fontos, hanem az, hogy egy jó hangulatú verseny hétvégét töltsenek együtt, de mégis legyen benne kihívás. A versenyen 3, yardstick 1, 2 és 3-as kategóriában indultak a versenyzők. A Fehérvár Média Centrum a Cirka nevű Balaton 25-ös vitorlással vágott neki az eredetileg 21 kilométeres távnak. A mezőny 11 órakor rajtolt el a kikötőből, és mivel a várva várt déli szél nem érkezett meg, a versenybírók úgy döntöttek, jócskán lerövidítik a távot. Nem csoda, hogy kategóriánk győztese ilyen körülmények között is elsőként ért be, mint mondja, gyermekkora óta hódol vitorlás szenvedélyének. Elől kell vitorlázni mindig, ott, ahol szél van, és a legjobb irányból jön a szél. Ez a három dolog, ez a legfontosabb. Természetesen rengeteg profi volt a versenyen, bár akadtak olyan indulók is, akik más sportban bizonyítottak igazán nagyot. A Magyar Olimpiai Bizottság hajóján például vízre szállt Horváth Gábor és Gyulai Zsolt olimpiai bajnok kajakozó, és Kovács Kokó István olimpiai és világbajnok ökölvívónk is. Szerencsére nekünk egy nagyon gyors hajónk volt ez a Zsanov, ez talán még azt mondom, hogy erre a szélre a legalkalmasabb hajó volt, és a kapitányunk meg egy egykori olimpikon volt, aki fantasztikusan jól oldotta meg a feladatot, mi pedig olimpiai bajnokok, tényleg csak mancsaftként asszisztáltunk neki. 36 Celsius fok körüli hőmérséklet, szélcsend, hírességek és jó hangulat, röviden tehát így lehetne összegezni a negyedik média nagydíj idei versenyét. Bár a mi részünkről az előkelő helyezés ezúttal elmaradt, higgyék el, mégis érdemes volt, hogy itt voltunk a Fehérvár Televízió híradójában a balatoni összefoglalót Stefko Krisztinától láthatták.